Bár a vitamin szükségletünk élethelyzetünktől és egészségi állapotunktól függően folyamatosan változik, kevés sokoldalú vitamin létezik a C-vitaminnál, ami létfontosságú a szervezetünkre nézve. De hogyan tudjuk megfelelő mennyiségben pótolni? Erről mesél most nekünk dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész, természetgyógyász. Ferenc, mi alapján mondható el a C-vitaminról, hogy egy rendkívül sokoldalú vitamin? Gyakorlatilag elmondhatjuk róla, hogy a szervezet összes anyagcsere folyamatában részt vesz a C-vitamin. Ezen kívül részt vesz a kötőszövetek felépítésében, különböző enzimek működésének segítésében, tehát a biokémiai folyamatokban, a haj, a bőr, a köröm állapotának javításában, az erek belső felületének javításában, tehát az immunrendszer támogatásában. Tehát gyakorlatilag. Nincs olyan területe az életünknek, ahol a C-vitamin valamilyen úton módon ne venne részt ebben a, ebben a folyamatban, illetve hát az életben ne venne részt. Egy nagyon fontos központi vitamin. Nem csak antioxidáns, hanem koenzim és egyéb funkcionális enzimeknek az alkotó része. Mit akar a balra forgató C-vitamin kifejezés? Ez azt jelenti, hogy a poláros fényt balra forgatja. Ez egy analitikai módszer, illetve egy analitikai módszerből kialakult elnevezés. A természetben a molekulák ezt a poláros fényt vagy balra, vagy jobbra forgatják el. Biológiai szempontból mindig a balra forgató molekulák hasznosak, mind az emberek, mind pedig a biológiai rendszerek számára általában. A jobbra forgatók azok kevésbé, vagy pedig egyáltalán nem hasznosíthatók. Mire érdemes odafigyelnünk, hogyha egy készítmény formájában szeretnénk pótolni a C-vitamint? Hát érdemes odafigyelni egyszer a dozírozásra, hogy maga a készítmény mennyi C-vitamin tartalmaz. Érdemes odafigyelni, hogy milyen formában, szilárd vagy folyékony formában, vagy ne talán formában tartalmaz a C-vitamint. És természetesen lényeges odafigyelni arra, hogy hol készül, ki gyártja, milyen körülmények között. Hát lehetőleg szakembertől vásároljunk ilyen készítményeket. És itt egy picit ezt tudnád pontosítani, hogy például a mennyiséget tekintve, akkor mi az az ideális mennyiség? Alapvetően mostanában a nagy divat az, hogy 500 vagy 1000 mg C vitamint viszünk be a szervezetbe. Ezzel nincs különösebben baj. A C vitamint naponta kell pótolni, kiürül az emberi szervezetből. Ha mindig egy picivel többet viszünk be, mint amennyire a szervezetnek szüksége van, akkor nem fordulhat elő, hogy hiányállapot jön létre a szervezetben. A felesleges pedig amúgy is kiürül. Tehát bajt nem csinálunk vele, ezért célszerű egy magasabb dózist bevinni a szervezetbe, 500 és 1000 mg között per nap. Akkor olyan nem fordulhat elő esetleg, hogy valaki túladagolja a C-vitamint, és ennek valamilyen egészségkárosító hatása lesz a szervezetére nézve? Ez nem jellemző, mert vízoldékony a C-vitamin, és a felesleg az így is úgy is ki fog ürülni. A C-vitamin mellett van-e még egyéb olyan vitamin, ásványi anyag, aminek a pótlására érdemes kiemelten odafigyelni, különösen a jelenlegi időszakban? A C-vitamin mellett célszerű még... D-vitamint bevinni a szervezetbe, ezen kívül cinket, magnéziumot és szelént, mint ahogy ezen a, ebben a készítményben is ezek megtalálhatók. Ezen kívül olyan növényi kivonatokat, növényi hatóanyagokat érdemes bevinni, mint amilyen a mediterrán rózsa, vagy a csipkebogyó, vagy a bíbor kasvirág, ezek a C-vitaminnak a hatását erősítik, az immunrendszernek a működését támogatják. Tehát ezek még olyan fontos dolgok, amik mondjuk a C-vitamin mellett, hogyha ha szedünk, vagy hogyha alkalmazzuk őket, akkor avval javítjuk az életminőségünket, hozzájárulunk az egészségünk megőrzéséhez, és az immunrendszerünket támogatjuk. Ferenc, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is. Thank you